ezeket a hajtásokat el kell távolítani, hogy az energia az ne ezekbe menjen. Zöld munkát végeznek a szőlőkben, ez ilyenkor az egyik legfontosabb teendő az ültetvényekben. Az intenzív növekedés időszakában megtisztítják a növények törzsét, és az úgynevezett meddő, fürtkezdeményeket nem tartalmazó hajtásokat is eltávolítják. Az a lényeg most virágzás előtt, hogy olyan lombozatot alakítsunk ki, hogy a levegő átjárjon, így a betegségek akkor nem tudnak megtelepedni, és a permetlés jobban bemegy a lomb belsejébe. Láng József 35 éve foglalkozik szőlőtermesztéssel, azt mondja, ekkora szárazságot még nem tapasztalt. Idén eddig összesen nem esett annyi eső, mint tavaly májusban. A szőlő egyelőre nem érzi az aszályt, mert gyökere mélyre, az idősebb tőkéké akár 6 méterre is nyúlik. A csapadék hiány egyetlen előnye, hogy nem kedvez a gomba betegségeknek. A növényvédelmi munkákat azonban már megkezdték. Most úgy néz ki, időjárás függő, de természetesen körülbelül 2 hét múlva kezdődik a virágzás, kezdődhet a virágzás, hiszen most már egy fürtnyúlás időszaka van. Addig még egy 2 kontaktszeres permetezés belefér, tulajdonképpen résztartalmú szerekkel védekezünk a peronoszpóra ellen, és kéntartalmú szerekkel a lisztharmat ellen. Egyes országrészekben már rajzanak a szőlőmolyok, de térségünkben ettől még nem kell tartani, és a rovarkártevők elleni védekezés későbbi feladat. Szép termés mutatkozik ebben a mindössze 4 éves cvejgelt ültetvényben, de még korai megjósolni, hogy mennyit takaríthat be ősszel a gazda, hiszen számos tényező befolyásolja addig a növekedést.